Képzeljétek el, most egy szigetre megyünk. We would like everyone to start wandering back on board around 3:15 p.m. as we depart promptly at 3:45 p.m. Ott egy gyönyörű sziget. The display will also be conducted at this time. Utazunk most a hajón apával, apát is megmutatom. A hajó be van öltözve, hogy ne süsse meg a nap. És éppen a hajó erre a gyönyörű szigetre tart. Mindjárt kicsit megyek tovább előre, hogy jobban lássad. Sietek. Hoppá. Na éppen most állunk be a kikötőbe, ott vannak a bácsik. Mindjárt kikötik a hajót. Mutatom, itt van ez a sziget. Ott fogunk fürdeni, meg búvárkodni. Szuper lesz. Szia, Szoszó! Na már leszálltunk a hajóról, szigeten vagyunk, megyünk a part felé. Úgy hívják ezt a szigetet, hogy Zöld sziget. Ott Pesten van a Margit sziget, meg a hajógyári sziget, itt Zöld szigetnek hívják. Na és Szoszó, itt a búvárcuc, itt a szemüveg, meg a pipa, itt meg a tark. Majd fogunk búvárkodni a vízbe, mindjárt meglátod. És csak mutatom. Szóval leveszem a cipőt, vagyis a papucsomat. Hú, de forró a homok. Nagyon forró. Nézd, milyen szép helyen vagyunk, Szoszó. Napernyő. Gyere, megnézzük, megnézem, hogy hideg a víz, vagy meleg, jó? Na, felkészültünk, anya elkezd öltözni a búvárruhába. Már el is vitte neki a víz, hogy bemehessen a vízbe, először fölveszi a szemüveget, meg a pipát. Közben hullámzik a tenger, és elviszi a békatartait. Anya a pólóban megy a vízbe, mert nagyon süt a nap. Így nem fogja annyira megsütni. Már rajta van a szemüveg. Új, felhúzta az egyik békatalpat. Beleül a vízbe. Ott van rajta a békatalp. Ott lóbálja, integet a lábával. Közben hullámzik a tenger. Na, rajta van mind a két békatalp, folytatta a szemüveget. Bekapta a légzőpipát, azzal kap levegőt, ha lemegy a víz alá. És már Robi bácsi is megy a vízbe. Na, hátrál anya, integet, belemegy a vízbe. Hoppá, és anya már el is tűnt. Robi bácsi ott integet, megy a vízbe a pipát. Szia, anya!